Megint nyerni fogok. Így van. Hát ez egyértelmű. Az ellenzéki lakótelep. Igen, ez az ellenzéki lakótelep, az alsó, mert egy van fönt is, ugye a már ismert Thoman féle figura. Igen. A pártok azok teljesen leszerepel. Azok semmi, hát ez ugye gyakorlatilag itt van a bohócság teteje, ez a kutyapárt. Eddig azt mondta, hogy ő eddig komolytalan volt, de most komoly. Na most ahogy van ez? A Gergőnek jó PR-ja van, tehát ő egyébként egy PR párt. Hát ők azért nem tudni, hogy hol vannak. Én nem nagyon látok kutyákat, meg kutyás ilyen ökölvívókat, akik teszik, hanem nagyon jó nekik a reklámjuk, jók a plakátaik, és hát ugye ez a ingyen sörrel, meg ingyen az egész világgal, ugye komolytalannak tűnt, de ugye egy-két embernek tetszett. Mi a fő programod? Hát én nekem a fő programom az, ugye ez egy budai kerület, nagy kiterjedésű, tehát ugye ez végeredményképpen a hegyvidék nevéből adódik, hogy sok-sok kis apró hegyből áll, meg hegyvidék, és tulajdonképpen a közrend és a közbiztonság. A közrend és a közbiztonság az életnek az alapja, és a jó működés, meg a jó érzésnek az alapja. Tehát, hogy valaki jó érezze magát. Na most, amikor ez megvan, akkor ugye tulajdonképpen Magyarországon nagyon-nagyon fontos téma az idősek helyzete. Az idősek helyzete az azért fontos, mert egyrésztről igen-igen kiszolgáltatottak, másrésztről meg ugye ez a magyar nyugdíjrendszere az egyenlő a nullával. Tehát itt nem az van, hogy bővül a nyugdíj, hanem csökken jóformán, tehát ugye főleg az életszínvonalhoz képest. Tehát őnekik mindenféleképpen kell segíteni. Van is egy ilyen programunk, annak a programnak én vagyok az egyik nagy szószólója, az otthon megöregedni, aki a 70 éven fölüliekkel foglalkozik. A másik legfontosabb dolog, ami a szakmám is tulajdonképpen, a fiatalok oktatása, nevelése, képzése. Jól állunk egyébként a különböző iskolákkal, nekünk ugye a kerületnek van egyeteme is, minden, tehát ez is megvan, de ebben még nagyobbak a hiányosságok, tudnélik, egyre jobban romlanak le. Annyira beszőtt mindent a Fidesz, hogy nem tudom, hogy ebből hogy lehet kikapaszkodni, mert ugye itt szidják nyakra főre az előző időszakokat, ők meg még rosszabbat csinálnak.